Sziasztok, itt az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok. A mai vendégem pedig Halász Judit. De miért belekezdünk az adásba, hogy hagyd köszönjem meg a Mastercardnak, hogy ezt az adást is támogattam, mert nélkül nem tudtuk volna összehozni ezt a műsort sem, szóval köszönjük nekik. Én pedig nagyon meg vagyok szeppenve egy picit. Pontosan hány olyan emberrel találkozott már, aki azzal kezdte a beszélgetést, hogy hú, én kisgyerekként nagyon sokat hallgattam. Nem számoltam, de ezért változtattam egyébként én egy jó pár évvel ezelőtt az én programomon. A lemezre is más kicsit másféle dalokat énekelek, és a koncertemen is kicsit másfélék a dalok, mert sok ilyen fiúval találkoztam, akik azt mondták, hogy hű a gyerekkorom, és hú a gyerekkorom, és aztán arra gondoltam, hogy és miért szalasszam el őket? A legtöbbjének volt már gyereke, és elhozták a gyereküket a koncertekre, de nagyon sokan voltak, akiknek még nem volt. És akkor elkezdtem olyan dalokat énekelni, amelyek hozzájuk is szólnak. És ez az a dallal kezdődött, ami a dal ugyanaz maradt című, a Brody egy nagyon szép dalt írt nekem, még én is egy kicsit elérzékenyültem rajta, de azóta is sokszor éneklem azt a dalt, és az anyukák még most, apukák nem olyan érzékenyek, de az anyukák sokszor elérzékenyülnek rajta. Szóval van ilyen, amikor koncerten van, és látja azt, hogy van egy gyereksereg, meg van egy szülősereg, és akkor felszoktam érni, hogy na, akkor nekem most érdemes olyan dolgokat választanom, ami mind a kettőjüknek működik, vagy azért inkább először a gyerekeknek szokott válogatni. Nem, ez együtt vannak, hogyha ma már együtt vannak, jó sok évvel ezelőtt kezdtem ezt, és azóta együtt vannak a szülők, tehát ül az ölében, szabadtéren nagyon sokszor van, hogy az apuka a nyakába veszi a gyereket, apuka hajába kapaszkodik a gyerek, az apuka is énekel, a gyerek is énekel, és akkor nekem a szívem az nagyon, nagyon megtelik örömmel, mert az szép, az jó, annak örülök. Na. Mondta azt, hogy az apukák kevésbé fogékonyak erre. Van olyan dolog, ami az apukáknál is működni szokott koncerten? Persze. Az változó. Mindegyik dal nagyon különbözően hat mindenkire, és én ennek is örülök. Van olyan régi dal, amiket az anyukák azok nagyon, az összes érzelmük kicsordul, és van olyan, amit együtt énekel a gyerekkel. Mondjuk a Petőfi vers, van egy Petőfi versem is, illetve több is van, de például azt nagyon szeretik az anyukák énekelni, és azt a gyerekek is megtanulják. Nem bánom. Az első gyereklemező, ha jól írtam fel magamnak, az 1973 volt a Kép a tükörben. Az már majdnem 50 éve volt. Nem akartam megijeszteni, de hogy... Emlékszik még arra, hogy mi volt akkor a helyzet, hogy hogyan jött az ötlet egyáltalán, hogy egy gyereklemezt felvenni? Mert persze, azért az első persze. Az mindig a legkülönlegesebb általában. Persze, nagyon jól emlékszem. Akkor már írt nekem, akkor nem egészen itt kezdődött, a lemezzel kezdődött, akkor én már énekelgettem mindenfélét. És többek között volt egy nagyon sikeres dalom, egy francia dal, Aznavour szerzeménye, és Tardos Péter írt hozzá magyar szöveget. Én voltam a fordítója, én nyers fordítást csináltam, és a Tardos Péter, aki megkeresett engem, hogy ő írna valamit, és akkor mondtam, hogy ez nekem nagyon tetszik, ez a dal, Olga volt a címe, és a Tardos Péter írt hozzá egy szöveget, és az őrület, az ma se szégyellem, tehát ma is nagyon szívesen a hallgatóság elé bocsátom, mert az ma is egy jó dal, egy francia chansonnak neveznénk mi, de egy nagyon jó sikerült felvétel, és egy jó dal lett belőle. És aztán úgy lassan-lassan énekelgettem volna, de nem volt mit. Viszont közben elkezdtünk filmezni, ott összeismerkedtünk ezzel is, meg azzal is, és én nekem nagyon tetszettek a Brody szövegei, és aztán az Illés együttes zenéi, és kérleltem őket, főleg a Brodyt, hogy írjon már nekem egy dalt. És úgy mindig úgy halogatták, de közben én francia szakos voltam,
gimnáziumban is, meg az egyetemen is, vagy akkor még főiskolán is tanultam franciául, és rengeteg olyan dalt, és rengeteg olyan dalt hallgattam, amiből a franciát is tanultam, meg a dalok is nagyszerűek voltak. És a francia új hullám színészei általában rengeteg lemezt csináltak. Igen, ez így van. És én úgy gondolkoztam rajta, hogy hát ezek se énekelnek jobban, mint én, miért ne csinálhatnék én is egy lemezt, de igazán dalaim nem voltak, szerzőm nem volt, és nem akartam fordításokba építkezni. Van egyébként zenei művetsége, képzettsége? Valamilyen hangszeren játszik egyébként? Vagy hát tanultál ezt gyerekként? Tanultam 5 évig zongorán, de nincs zene képzettségem, nem mutatom, igen. De nagyszerű, nekem nagyszerű énektanáraim voltak az iskolában, úgyhogy azt arról majd, ha akarja, két szót azért eljárt. Hogyne? Mert az egyiknek írta a Kodály a Pünkösdőlőt, az a gimnáziumi énektanárnőm volt, akit aztán felváltott Mohainé Katanics Mária, aki egy nagyszerű karvezető tanár volt, talán még ma is működik az úgynevezett Szilágyi Erzsébet kórus. Aztán általános iskolában egy olyan énektanárom volt, aki népdalgyűjtő volt, és Pest környékén az egyik településen művelődési házat is neveztek el róla, Voli István, de én azt akkor nem tudtam, csak azt tudtam, hogy nagyon jók az énekórák, és szeretjük, és nagyon jópofa dolgokat tanított meg nekünk, és ezektől én rengeteg sokat tanultam, sok tekintetben, szóval zenéről, zeneszeret, és az osztályon is olyan volt, hogy szerették a zenéket, és majdnem mindenki zenélt. Én verset mondtam. De mi mindig nem jutottunk el oda, hogy akkor volt egy ilyen vágy, hogy akkor a francia újhullámos színészeknél látta, hogy mindenki lemezeket csinál, meg dalokat ír, meg énekel, és önben is volt egy ilyen vágy, de azért mégiscsak egy gyereklemeznél kötött ki valahogyan. Nem, hát maga azt gondolja, és mindenki azt gondolja, igen. hogy az így van. Nekem nyilván így jött le már gyerek, igen, ugye hozzám, amikor kis oldás voltam, így került mert, el mert össze. Az azzal a szimpla történettel folytatódott, hogy aztán sikerült a Brodyt rávennem arra, hogy írjon nekem egy dalt. És egyszer, amikor megunta a sok kérésemet, hozzánk jött, nála volt a gitárja, és lehúzott a könyvespolcra, egy Vörös Sándor kötetet kinyitotta, és csiribili, csiribili, zapszam, ezt felvettük a rádióban, és a Cigány Györgynek nagyon megtetszett, és nagyon-nagyon sokat játszották a rádióban ezt a csiribili című dalt. Aztán a következő, az megint egy francia dal volt, amire én kértem a Brodyt, hogy írjon hozzá magyar szöveget, egy nagyon-nagyon szép Hugo Frénynek hívták a szerzőjét és az énekest, és megkértem, hogy hívjon. És akkor a Brody megírta azt a szöveget, és akkor egyszer csak azzal állt elő a magyar televízióban az egyik szerkesztő lány, hogy neki van egy 4 évszak című tavasz, nyár, ősz, tél, és jön a tél, és a Brody most ír egy dalt a Mici Mackóról az ő kérésére, és én azt a téliben énekeljem el. De az Illés az soha nem kísért senkit, tehát egy alapot fel kellett venni, ellenben volt a Tolcsvaiék és a Trió, akikből később aztán kialakult a Fonográf. És akkor még a Tolcsvai Laci, Tolcsvai testvérek, és három srác, akik később aztán, abból kettő aztán később a Fonográfban dobolt, meg gitározott. Ők voltak a kísérők, és ezt elénekeltük egy Tél című műsorban, és a Brody az nagyon csodálkozott rajta, hogy miért kell neki Mici Mackóból dalt írni Halász Jutkának, és kinyitotta a könyvet, ahol az egyik fejezet úgy kezdődött, hogy egy napon, mikor Mici Mackónak semmi dolga nem akadt, és rögtön megvolt a nóta. És utána ezt elénekeltük, és aztán a Konzuzsinak is nagyon megtetszett, neki jött ki először lemeze, ő énekelte lemezre először, de a dal az nekem íródott akkor. Ebben volt egyébként észteltelés a vita, hogy akkor kikapta a dal, kiadja elő, nem volt egy rivalizálás? Nem, hát én nekem akkor még szó nem volt róla, hogy lemezem lesz, hanem azt mondta ezen a felvételen a Tolcsvai Laci, hogy te miért nem csinálunk neked egy lemezt?
Mondtam, hát mert nincs dalom, mert hogy csinálom, senki nem kérte meg, mert akkor még nem az volt a szokás, hogy oda megyek, és én azt mondom, hogy én szeretnék egy lemezt csinálni. Nem, hanem felkérték az embert egy filmszerepre, egy televíziós szerepre, egy lemez csinálásra. Nem kérte engem senki, azt mondja, menj be a tinédzserre a Borshoz, az volt az igazgatója a hanglemezjárnak, majd a Bors az mondd meg, hogy mi csinálunk, mindannyian csinálunk neked egy lemezt, és Bors az leesett a székről, hogy jön ez a csizma az asztalra, az illés. Én akkor már a szerelmes filmen túl voltam, és sok olyan filmen, amiben nekem sikerem volt. Vígszínházban főszerepeket játszottam, és most már így utólag el is mondhatom, hogy nem is sikertelenül. De és nem volt érthető, hogy az illés az egy nagyon népszerű, a legnépszerűbb zenekar, háromból az egyik legnépszerűbb zenekar volt. És hogy kerülünk mi össze? De olyan érdekes volt a dolog, hogy azt mondta, most hát nézzük meg. És úgy történt, hogy a Brody volt a fő szerkesztő, meg tulajdonképpen a producer is, mert ő rakta össze az egészet akkor. És volt egy dal, nem is egy, talán kettő-három, amiket én szerettem volna elénekelni, a Hová mész te kis nyulacska, a Süss fel nap, de ezeket azért, mert én úgy gondoltam, hogy ezt az egy lemezt csinálom egész életemben, hát legyen rajta az én egész életem, és mindegyiknek köze volt az életemhez. Az egyiknek azért, mert nem vettek fel a hegedű iskolába, mert kicsi voltam még, és rosszul énekeltem valamit, másképp, ahogy én tanultam, és nem ahogy ők akarták. Aztán a másiknak az volt a baja, hogy illetve nem, azt a Szabó Pista István első filmjében játszottam egy szerepet, ahol volt egy jelenet, ahol a Hová mész te kis nyulacskával bolondoztunk a Bálint Andrissal, azt azért, mert az nekem fontos volt az a film. Aztán a továbbiakban még volt vers, amit én szerettem, ja igen, a Kép a tükörben, mert én nekem az a vers az arról szól, hogy amikor az ember először belenéz a tükörbe és megismeri magát, igazán nem ismeri meg magát, mert az egy élet is kevés, de amikor megismeri magát, akkor az milyen érzés, és mit gondol magára, vagy hogy gondolkodik ez erről. És akkor ez lett a címe, hogy Kép a tükörben, és ez a József Attila vers címe is. Ha most belenéz a tükörbe, akkor már jobban tudja azt mondani, hogy megismerte magát? Hát nem. Ne, igen, igen, jobban tudom persze. Aha. Az ember, ahogy múlnak az évek, sok mindent sokkal jobban megismer magáról. Igen, mondjuk így, igen, de teljesen képtelenségben. Gazdina, felírtam magamnak, hogy a Süss fel nap, a Mici Mackó, a Bóbita, a Vizipók, a Csiribé, jönnek az emlékek nekem az ilyen kiskoromból, hogy ezeket máig elő szokta adni. Ha jól sejtem. Igen, igen, sokat közülük. Mi a trükk arra, hogy valaki ne unjon meg egy dalt, amiket már évtizedek óta előad? Mert biztos van olyan, hogy nagyon sok előadó már művészet tudja azt, hogy valakinek van egy nagy slágere, igen. Egy idő után már unja, hogy mindig azt kell előadni, és inkább kihagy egy 10 évet, igen. Addig nem játsza. Ezt sokan mondják, igen. Zenész, így van. Igazi zenész, igazi énekes, mert azért olyan színész, előadó énekesek. Én ezek is... Ez meglepett engem először, aztán megértettem, hogy ez természetes, hogy megunják. De az én, hogy is mondjam, előadásaim, azok nem arról szólnak, hogy én előadok egy dalt, hanem én figyelem azt, hogy ők mennyit értenek bele. Én nekem az első 20 évben csak gyerekközönségem volt. Tehát meg kellett értenem, meg kellett tanulnom, hogy a gyerekek mit értenek, mit szeretnek, miért szeretik, miért utálják, miért unják, és mi közük van egymáshoz és hozzám, és már a közük egymáshoz az a zene és az a dal, és én hozzám, és egymást figyeltük. Tehát én figyelem mindig azokat, akiknek én énekelek, és ők figyelnek, és amíg egymást figyeljük, addig nincs unalom. Az unalom akkor kezdődik, amikor az ember csak bizonyos dallamra hagyatkozik, vagy bizonyos kíséretre. De én nálam ez mást jelent, ez valamiféle ismerkedést jelent, és miután minden közönség más, minden gyerek más, és mindig másak a gyerekek, de tényleg nagyon furcsa dolgok. Szóval rengeteg dologgal találkoztam, amitől elájultam, hogy... Ezt akartam kérdezni, hogy pont ezen gondolkodtam, hogy azért hány olyan korosztálynak generáció lehet, aki Halász Judit dalokon nőtt fel,
Barnával, az asszisztensemmel is pont erről beszélgettünk, hogy köztünk van 10 év, de ő is hallgatott halászülítót, így van. Én is hallgattam halászülítót, szerintem a szüleim is hallgattak halászülítót. És akkor ön is azt mondja, hogy akkor azért minden korosztályban akkor mások voltak a gyerekek. A mai gyerekek milyenek mondjuk a 80-as évek gyerekeihez képest? Én ezt nem korosztályban különböztetem meg. Igen? A gyerekeket. Nem, nem, nem azt, hogy milyenek voltak a 80-as évek, 90-as évek és a mostani gyerekek között mi a különbség, hanem, hát én nem is tudom, rengeteg gyerekről kiderül, hogy senki nem figyel rájuk. És ők ott akarnak bemutatkozni, és megmutatkozni, és másképp viselkedni, mint ahogy a többiek viselkednek. És azokat a gyerekeket befogni, és betenni abba a járatba, menetbe, mesébe, amit én megpróbálok a gyerekekkel összeilleszteni, vagy elmondani nekik, vagy együtt végigcsinálni, az nagyon, az sokkal nehezebb, mint mondjuk csak egy primitív példa, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, egy gyerek az mindig akkor, amikor éppen mindenki elhallgat, azt mondja, hogy nem. És ez így folyamatosan megy egy darabig, de ezt nem lehet tovább nem meghallani, mert a többiek hallják, hogy az mindig azt mondja, hogy nem. Tehát ezzel valamit kezdeni kell. És mit szokott kezdeni akkor, mondjuk, ugye erre mondják azt, hogy ő a renitens gyerek, mert hogy ő kilóg a sorból, ugye ezt szokták sokszor mondani. Ezt a színpadról lehet kezelni? Hát persze, hogy lehet. Hogyan? Lehet, az mindenhol különbözőképpen. Mindenhol másképpen. De hát ezt most nem akarom előadni, mert a gyerekek is másak, és nem lehet egyféleképpen megmondani. De azért valahogy közölni kell vele, hogy én megértem, hogy neki nem, de majd ezt utána beszéljük meg valahogy. És számtalan esetben előfordul, hogy utána megvárnak ezek a gyerekek, és oda jönnek hozzánk, és hozzám is. Most, hogy a szülőkkel vannak, most nem annyiszor. De amikor csak a gyerekek voltak, akkor jöttek a gyerekek, és azok a gyerekek, akik nemmel válaszoltak, és kiderült róluk, hogy senki nem figyel rájuk, és senkinek nem tudják elmondani azt az apróságot, ami nekik hatalmas nagy dolog. Semmi az egész, amit ő elmond, de neki az úgy érzi, hogy az élete múlik rajta. És hogyha valaki meghallgatja, és valaki mond rá valamit, amivel őt kezdeni tud valamit, akkor megnyugszik, és megváltozik. De hát ez, erre figyelni, ez egyszerűen, én lassan-lassan jöttem rá arra, hogy nekem van valami érzékem a gyerekekhez. Milyen volt az? Emlékszel még az első olyan koncertjére, amit csak gyerekek előtt adott? Hát, persze, ugye. Mi volt az első érzése akkor? A frászt kaptam, borzalom, hogy ezt minek kellett ebbe a hülyeségbe belemennem. Jó szerepeket játszom, itt is, ott is, amott is, a fenének kell nekem ez a hülyeség. Ugyanis sötét volt a nézőtéren, nem láttam a közönséget, nem tudtam, hogy kik ülnek és mit csinálnak ott, és csak azt hallottam, hogy zaj van, ricsaj van, motorgással. És megőrülök tőlük. És egyszer csak észrevettem, tán pont a Mici Maszkónál, hogy ezek nem is zajonganak, hanem énekelnek. Lehet, hogy azt éneklik, amit én, és frankon azt énekelték, amit én énekeltem. És ettől aztán én szárnyakat kaptam, mert nem akartam hinni a fülemnek. És a következő előadásunk, két előadásunk volt akkor az első, és a második az ugyanott volt, kettő egymás után. És a második előadáson már megkértem, hogy gyújtsák fel a villanyt, a nézőtéren is legyen világos. És azóta csak úgy énekelek, hogy világos van a néző. Szemkontaktus keresi a gyerekekkel esetleg, hogy le... Hát keresem, hogy ők mihez, de különben nem tudok velük kapcsolatot teremteni. Hát ha nem látom, a sötétnek énekel, a színházban ott a sötétnek játszom, de ott mégiscsak jön valami, ez egy más, teljesen másfajta érzés, amikor a közönségtől átsugárzik valami a színpadra, és ott van a partner, vagy egy másik partner is. Az egy egészen más érzés, az egy fantasztikusan jó érzés, de az egy másik dolog. De az, amikor a gyerekekkel az ember lentről kapja kézbe, vagy szembe, vagy szívbe, vagy agyba a kontaktust, az egy egészen más dolog. Említette azt, hogy én gyereklemeznek hívtam a kép a tükörben, de kijavított, hogy az egyébként nem az. Hát mondja, hogyan volt, most már ne, ez nem ez a kép a tükörben, de a mese például, a Juhász Gyula mese című verse, az, ami elmesél egy történetet, hogy egy kislány nézett ki az ablakon,
de soha nem jön el az, akire vár. Akire vár. Hát az nem egy olyan mese, ez egy szomorú történet, igen. Az egy történet, egy valós kislányról, aki soha nem. Meg az is, meg a Szabó Lőrinc vers. Mindegy, hát voltak rajta olyan dalok, amik egyáltalán nem gyerekeknek valók. De azért mégiscsak oda került valamiért az emberek fejébe, mégiscsak ezt kapcsolták oda. Az én gyerekem is akkor óvodás volt, kisóvodás. És amikor bementem az óvodába, akkor hallottam, oda jött hozzám egy kislány, és mondta, csiribidi zapszama. Mondom, te hol hallottad? Szerintem már lemezed el, megvan a lemezed. És utána kimentem a játszótérre, és itt is hallottam, és az nekem annyira megtetszett, hogy a Vörös Sándort, vagy bármelyik más magyar költőt úgy mondják el a gyerekek, hogy senki nem kötelezte őket arra, hogy tanulják meg azt a verset. És a magyar irodalomnak olyan fantasztikusan gyönyörű, és talán a legjobb része az a költészet, amit hát sajnos csak mi magyarok értünk meg igazán, József Attilát, Ady Endrét és a többieket, persze még Petőfit azt talán még könnyebb lefordítani, de a 20. századot már teljesen nehéz, nem lehet olyan költőt találni, aki ezeket ugyanúgy tudja lefordítani, mint ahogy azt leírták magyarul. Tehát én úgy gondoltam, hogy ezek a magyar költészet, ez nagyon nagy dolog, és azt nem lehet, hogy ez a mostani világ, meg már az akkori világ is, költészet ellenes világ volt, ezek nem a költészet. Szóval itt nem szeretik a költészetet úgy, és nincs olyan hatása a költészetnek, mint a 19. században forradalmat csináltak bele. A 20. században, hát nézzük végig az 20. század első felét, hogy kik voltak akkor, Kosztolányi, Juhász Gyula, Ady Endre, és sorolhatnám vég nélkül a költőket, azok változtattak a világon, szóval a Karinti, hát nem tudok mit mondani, ez nagyon-nagyon fontos volt a magyar életben, a magyar társadalomban is. Ez ma már nincs így, nincs ilyen hatása. Semmelyik művészetnek sincs szerint már ilyen hatása? Vagy csak költészetnek? Kell, hogy legyen, nem, hát akkor nem csinálnám, hogyha nem hinnék benne. De a költészet az egy nagyon fontos része volt. Hát nem azt akarom mondani politikának, de a társadalom formálásának. Most azért a színészek, meg a Színház és Filmművészeti Egyetem azért egy picit, mintha erre átszáfolt volna, hogyha az elmúlt éveket nézzük, közéleti ereje a művészetnek az végül is most itt mutatkozott meg legjobban az elmúlt évekből, nem? Egy picit az a kiállás, amit a SFS diákok és tanárok és színművészek mutattak, azért az ilyen szinten mégis ráúzható erre valamennyire, nem? Hát én szerintem igen, mert azért most felírtam csak néhány nevet, és azért, mert én feledős vagyok, hirtelen nem jutna eszembe, de hogy akik itt végeztek ezen az egyetemen, mondjuk abban az időben, mondjuk 56 után, nem előtte, után. Törőcsik Mari, Bodrogi Gyula, Garas Dezső, Cserhalmi Tyutyú, Udvaros Dorottya, Eperjes Károly, Huszti Péter, a mostaniak közül Wunderlich József, a Kis Vinyánszky, vagy régebben a Psota Irén, vagy Sós Imre, vagy a filmesek közül, az Oscar-díjas Szabó István, Kente János, Koltai Lajos, Enyedi Ildikó, a Básti Júli, vagy a Mundrucó, bármelyik, hát mi az, hogy ott nem tanítottak semmit? Mi az, hogy ott nem lehetett olyan művészeket kiengedni, akik a nemzetközi kulturális és filmes és színházi életben valamit jelentenek? Hát hogy nem jelentenek? Hát tudnám sorolni azokat az A-kategóriás filmfesztiválokat, ahol nagy díjakat nyertek a magyar filmesek. Akkor ön szerint ez nem egy valódi kritika, hogy ott a SFF-n egy ilyen ideológiai képzés ment, én is jártam oda, ott nem ideológiai képzés nem volt. Tanítottak nekünk politikai gazdaságtan, de hát átmentünk a vizsgánkhoz. De hát azt minden egyetemen tanítottak, nem csak a színművészetén. Mindenhol így volt. Régebben is ennyire lehetett érezni a politikai nyomást a színházakba és a filmes színész szakmába, mint mondjuk mostanában? Hát én a magam részéről életemben egyszer éreztem egy politikai nyomást. Az mikor volt? Az még a Várkonyi idejében, a 70-es években, már nem emlékszem rá pontosan
hány lehetett, amikor volt egy nagyon, a Szovjetunió által nagyon szívén viselt író, a Katájev nevezetű, aki Távolban egy fehér vitorla című regényével, hát óriási világ, majdnem, hogy nem volt kötelező, de szóval nagyon nagy sikert ajánlott volt. Nagyon ajánlott volt a szocialista világban, és ez a Katájev, ez írt egy Körnégyszögesítése című darabot, ami borzasztó mulatságos volt, és nagyon jó, ami arról szólt, hogy ezeknek a forradalom után a gyerekeknek a fenekük is kilóg a nadrágból, és valami padláson laknak, és egyszerre nagyon jó pofa írás volt. De nem tudtuk, hogy ez a Szovjetunióban indexes, magyarul nem szabad el, tilos játszani. És mi elkezdtük próbálni a Vígszínházban, már nehezén túl voltunk 3 héten, nagyon jókat röhögtünk rajta, mert nagyon jó poénok voltak benne, és egyszer csak azt mondta, lejött a Várkonyi, felhívott minket az irodába, és azt mondja, jön a Furceva asszony, ami nagy ritkaság volt, az ott a Szovjetunió kulturális minisztere, és a Furceva asszony jön, akkor ezt nem szabad tudni, hogy ezt mi játsszuk ezt a darabot, úgyhogy nem játsszuk ezt a darabot. És levettük a próbát, abba hagytuk, levettük a műsor. Soha többet nem is. Hazament a Furceva asszony, és 2 év múlva ki volt írva a próbatáblára. Ugyanaz a szereposztás, ugyanabból a darabból, és újra kezdtük a próbát, és nagy sikerrel játszottuk éveken keresztül. Szóval ez, nekem ez volt az egyetlen, és a másik, ami volt, hogy az Örkény Pisti a Vérzivatarban című darabja, az úgy tudom, hogy 10 évig volt a fiókban, amíg végre megengedték, hogy eljátsszuk, de 10 év múlva sajnos ugyanolyan érvényes volt minden szava, mint 10 évvel előtte, tehát nem volt különösebb. Én nem éreztem akkor más politikai nyomást, de nem én voltam az igazgató, nem én voltam az író. És soha nem is volt ilyen ambíciója? Akár egy színházigazgatói pozíció. A Vígszínházban, ha jól számoltam, több mint 45 éve. Ne számolgassunk, jó. Nagyon régóta, a legrégebbi munkatárs a Vígszínházban. A főiskola óta gyakorlatilag egy évet voltam a Pécsi Nemzeti Színházban. Azért nem, ha valaki ilyen sokáig van egy helyen, akkor már nem lehet kikerülni, hogy komolyabb pozíciót kapjon akár egy színházigazgatóit, vagy valami hasonlót. Nem volt soha ilyen ambíció? Nem volt soha. De miért? Azért, mert én nem szerettem volna mások sorsa felől dönteni, és már egy szerposztás is döntés. Uh-huh. Mert hogyha én kiosztom a Rómeó és Júliát, és mondom, maga a Rómeó és Júlia az, hát az csak maga lehet. Ja, a Rómeó. Yeah. És oda jön egy másik, és mondja, ez, hát ne hülyeskedj már. Tehát az nagyon szubjektív, és nagyon fájdalmas annak, aki nem lett a Rómeó. És van még 3-4-5 olyan, aki Rómeó szeretett volna. Ennek volt ilyen szerep, amit nagyon szeretett volna, de végül mindig másra adtak? Egy olyan szerepem volt. Melyik? Nem mondom meg. Na ne már! Na jó, elmondom. Nem mondom meg, és jól játszották azok, akik játszották, aha, mert kétszer is ment azóta a Vígszínházban, az a Szent Johanna volt, a show Szent Johannája. De az nekem volt egy vizsga előadáson volt belőle egy nagyon jó sikerült monológom, és gondoltam, hogy majd izért. De egyszer kértem egy szerepet, amit 2 év múlva meg is kaptam. És annyira izgultam, hogy én nem tudok úgy megfelelni, ahogy szeretnék, hogy én sokkal jobb lehettem volna benne, hogyha anélkül kapom meg, hogy én kérem. Nem volt bukás, siker volt. De egy nyomás volt azért szerint akkor. De őrült nyomás volt bennem, és mondtam, hogy én soha többet nem kérek semmit. Milyen most a Vígszínház Rudolf Péter alatt? Jó. Hát én egyelőre még nem tudjuk, hát az pandémia volt, be voltunk zárva. Én játszom egy szerepet egy Bella Figura című darabban, amit a Török Ferenc, aki az 1945-öt is rendezte, ő a rendezője, és kiváló szereposztásban játszuk. És most lesz a bemutatója. És én egy nagyon jó szerepet, kedvemre való szerepet játszom benne, egy kicsit nagymamát játszom, akinek a születésnapja van, és a nagymama kicsit szereti az italt is, meg a drogot se veti meg. De nagyon jó kis szerep.
Ha jól tudom, akkor hamarosan megjelenik a legújabb lemeze. Remélem, jól mondom a címét, a Kalóz, a Vitéz meg a Nagymama. A Vitéz, a Kalóz és a Nagymama. De ciki, annyira tudta, hogy 50-50 esélyem volt, hogy elrontsam, amíg elrontottam. Azon például a borítón van egy gördeszkázó Nagymama, ami egy picit egy ilyen meglepő húzás nekem, meg hallgattam a lemezt is egyébként, amikor egy ilyen albumot összerak, felénekel a Tolcsvaiékkal vagy a Brodyékkal összejönnek. Ez hogy néz ki a háttérben? Mert rengeteg zenésszel beszélgetek én is arról, hogy ők hogyan alkotnak, de azok általában olyan lemezek, ahol úgy magukat élik ki a művészek, hogy én írtam egy dalt, majd valaki szeretni fogja. De itt azért kicsit az van bennem, hogy valószínűleg egy ilyen lemez sokkal tudatosabban raknak össze, hiszen itt megvan nagyon konkrétan, hogy ki lehet a közönség. Hát egyrészt, másrészt pedig mi nagyon régóta dolgozunk együtt, az a 100 évvel ezelőtt, 73-ban mondta, hogy megjelent az első lemez. És a Tolcsvai Laci már ott is írt nekem dalokat a Brodyn kívül, meg még a többiek is, Móricz Misi, szóval írtak dalokat, és nagyon régóta ismerjük egymást, tehát tudjuk nagyjából a lehetőségeinket, és tudjuk nagyjából a közönségünket is. És azt is tudjuk, hogyha egy bizonyos dologra próbáljuk felfűzni, van, amit fel akarunk fűzni egy gondolatra, vagy egy ötletre. Én itt azt szerettem volna, hogy most már olyan sokáig voltunk bezárva, nem csak mi, hanem főleg a gyerekek, igen, akik hát még egy jót se verekedhettek egymásra, még meg se pohozhat, nem békülhettek ki, mert nem lehetett utána puszit se adni egymásnak. Szóval semmit nem lehetett, amit igazán együtt lehetett volna csinálni a pandémia miatt. És ezért én azt szerettem volna, hogy szeretnék egy olyan lemezt, ami most nem a családokhoz szól elsősorban, hanem azokhoz a gyerekekhez, akik ugrálhatnak, táncolhatnak, örülhetnek azoknak a daloknak, amiket mi ott eléneklünk, és nagyon szerettem volna, hogy ezt a hülye szót kell, hogy használjam, de interaktívak legyenek, és akiknek ezt koncerten elénekelem, azok válaszolni tudjanak, és velem tudjanak játszani. Ezt akartam kérdezni pont, hogy például egy ilyen dalnál fontos az, hogy például, amikor refrént írnak, akkor figyelni arra, hogy ne legyen túl bonyolult, könnyen énekelhető legyen, vagy ilyen tudatosság is van egyébként a dalszerzésnél ilyenkor? Hogy tudjuk azt, hogy egy 5-6 évesnek nyilván egy egyszerűbb refrént könnyen megjegyezni, mint egy nagyon bonyolultabb refrént? Persze. De hát ebbe kifejezetten olyan verseket is kerestem, mint a Gombócos, mint a Gombóc, meg a János Kovács, mi csinál Kip-Kop kalapál, hogy a gyerekek erre válaszolni tudjanak. Vagy akár azt a régi Móricz verset, az Iciri-picirit. Tehát én azt szerettem volna, hogyha ez kicsit jó kedvre deríti őket, megmozgatja őket, és ugrálhatnak, és bolondozhatnak, és hát szóval, hogy éledjenek fel ebből a borzalomból, ami minket ért ebben az utolsó két évben. Nagyon érdekel az, hogy egy kisgyereknek a zenei nevelése, nem tudom, hogy mennyire figyelt erre mondjuk a saját gyerekeinél, vagy unokáinál, hogy sokszor felmerül az, hogy születik egy gyerek, és akkor szülő, mondjuk egy nagyon zeneszerető szülő pánikbe esik, hogy Jézusom, hát milyen zenét fogok majd neki mutogatni, milyen zenét érdemes már hát csecsemőkortól játszani. Ön például mit gondol, hogy hát, ő saját zenét mutatna például a gyerek az unokájának, vagy annak ide a gyerekének? Azt is mutatnék, de nem, amikor megszülök. Én szerintem a pici gyerekeknek, én ezt kitaláltam akkor, amikor az én unokáim még nagyon picik voltak. És azt gondoltam, hogyha ők valamit játszanak, még tulajdonképpen semmi, még talán beszélni se tudnak, vagy csak kicsit tudnak még beszélni, akkor nagyon érdemes olyan klasszikus zenét hallgatni, amit könnyű hallgatni, ami valami békét teremt, valami nyugalmat és jó kedvet. Szóval nem rock és metal zenét. Hát most egyelőre még nem, majd az később, esetleg az később, de én ide felírtam, mert igen, azt mondja, Mozartot, Chopint, Vivaldit, és ja, hát a Vivaldiról van is egy jó történetem, nem gyerekkel való történet, de hát én olvastam az egyik legjobb, legkedvesebb olvasmányaim egyike, az a Goldoni önéletrajza, amiről az ember a 18. század Olaszországáról is megtud, és a színházról is mindenről megtud. Na, a Goldoni az Velencében volt, Velencében dolgozott színházzal, és
kellett neki az egyik darabjához kellett zene. És azon gondolkozott, hogy ki a csodával írassa meg, és ez se jó, meg az sincs, meg az is máshol van. És azt mondja, van itt egy pasas, aki hát az esetleg jó lenne, itt valamelyik, egy pap, valamelyik apátságban, egy ilyen vöröshajú pasi, akit úgy hívnak, hogy Prete Rosso, de az egy nagyon-nagyon jó hegedűs, és, de nem a jó zeneszerző. Egyébként úgy hívják, hogy Antonio Vivaldi. Szóval ez a kor, ez az, ami változik mindig. De hát a Vivaldit azt nyugodtan meg lehetne hallgatni. Szóval akkor ilyen csecsemőkortól érdemes komoly zenével próbálkozni? Én szerintem azért érdemes, mert halkan kell, csak hagyni őket játszani, csinálják, amit akarnak. Nem kell a zenével foglalkozni, csak a háttérben megy valami olyan nyugodt, szép dallamú zene, ami bennem majd mindig azt idézi, hogy amikor jó volt, amikor nekem még jó volt, mert lehet, hogy később nem lesz a jó, de amikor nekem még jó volt, és jól éreztem magam, és nyugodt voltam, és szeretetre méltó idő volt, és én azt hallgattam. De én aztán találtam én tudom, hogy Disney-t nem sokan szeretik, de egy zseniális Disney-t. Én szeretem a Disney-t. Zseniális Disney-t találtunk, akkor, amikor a gyerekek kicsik voltak. Melyik ez? A 2000, milyen 2000, mi a címe, hatban a lemeznek, most látjátok, tudtam, hogy elfelejtem. Mennyi jegyzettel érkezett egyébként? Tessék? Milyen sok jegyzettel érkezett? Hát persze, hogy érkeztem, mert gondoltam, hogy erről beszélni fogok, vagy beszélni szeretnék, na majd eszembe fog jutni, egy olyan sorozat, ami a Stravinsky kékmadarától, vagy a kékmadarától, de igen, a Stravinsky tűzmadarától a bűvészínas, a Duká bűvészínas, ezek komoly zenék. És a gyerek az hiába hallgatja ezt a komoly zenét, dunszja nem lesz róla, és inkább játszunk egy kis heavy metal. De nem, mert ezek a zenék, ezek hozzátesznek egy fantasztikus történetet ehhez. Vagy a Gershwinnek a címe nem fog eszembe jutni, mindegy, egy Gershwin zene, és azokhoz van egy nagyszerű rövid film, ami fedi azt a történetet, ami a zenében lejátszódik, és a zenét össze lehet kötni egy történettel, és nem kell hozzá meghallgatni a Péter és a Farkast ahhoz, hogy a gyerek az érezzen valami cselekményt, valamit a zenében, abban a zenében, ami egyébként nagyon nehéz lenne neki hallgatni. És ez egy fantasztikus sorozat. Ez fantasztikus sorozat. Ezt csak azért hoztam fel egyébként, és nagyon jól beszélgetünk erről, mert pont mostanában is van ebből nagyon sok probléma, hogy a mai modern szülőknek nehéz a gyereknek olyan mesét találni mondjuk a YouTube-on, ami leköti a gyereket, nem bugyuta, nem buta, és akár még a szülő is tudja élvezni. Ön például mit tud akkor ezeket a klasszikus Disney meséket érdemes például keresni a neten? Ez már azért sokkal nem, nehezebb? Ezek nem olyan klasszikusak, mert ezek kötődnek ezekhez a zenékhez. És akkor a zene is elkezd valamit jelenteni a gyerekeknek. Ez olyan, mit mondjak, ilyen 4-től 8-10 évesig szól ez a lemez, ez a nem is tudom, DVD. Biztos másképp is meg lehet találni, nem csak DVD formájában. De ez egészen zseniális, ezt én is ma is szívesen nézem. És most, amikor már nagyobbak az unokáim, most szívesen venném rá őket, hogy jöjjenek át hozzám, és nézzük meg együtt, hogy most hogy hat rájuk, és most is végig tudják-e ugyanúgy nézni, mint ahogy 10 évvel ezelőtt végig tudták. Sose volt olyan vágya, hogy esetleg egy énekesi karriert egy felnőttesebb műfajban, hogy azt mondani, hogy egy popstar, hogy... De operaénekes szerettem volna lenni 5 éves koromban. Igen? Igen. És miért nem lett?
Hát aztán rájöttem, hogy nem, valószínűleg nem lennék elég jó operaénekes, és 6 éves koromban pedig olyan sikerem volt egy vers elmondásával, hogy ott kötöttem ki, hogy inkább a verset fogom mondani, mint énekelni. De hát a Brodyéktől kezdve egy fantasztikus zenészekkel dolgozott együtt. Hát csak volt egy olyan dalszerző, aki azt mondta, hogy Judit kérem, írtam magának egy fantasztikus poplemezt, csak elő kell adni. Kicsit diszkó, mondjuk. Hasonló, semmilyen, nem? Ahhoz nem volna kedvem. Nem volna kedvem. De mert hogy nagyon ki kell tárulkozni hozzá? Vagy mi a, ami nem motiválna ebbe? Hát az az igazság, hogy ahogy telik az idő, ezt majd észre fogja venni, lehet, hogy nem, de én azt hiszem, mert én bennem ez lejátszódott, hogy telik az idő, egyre inkább az ember kötődik valahogy, nem tudom, hogy miért, a komoly zenéhez, a klasszikus zenéhez. Egyre kevésbé, hát meghallgatom, és tetszik is, nem mondom, hogy nem tetszik, és nem hallgatom szívesen, de ahhoz bizonyos hangulat, bizonyos társaság, bizonyos esemény kell, hogy én heavy metalt hallgassam. Volt rá példa? Hát volt rá példa, hogy hallgattam, aha, igen, és sőt, tehát az egyik heavy metal együttes, olyan aranyosról találkoztunk a televízióban, és egy nagy arénabeli koncertre meg is hívott, és de a Vígszínházba küldték a meghívót, és én csak a Pesti Színházban játszottam, és nem kaptam meg csak utána, mikor mentem, hogy így. A mostani közül van olyan zenekar vagy előadó, akit a mostani generáció közül, akit esetleg figyel és tetszik, amit csinál, vagy ahogy mondta, hogy annyira a komoly zene felé kezdett el, nem figyeli. Annyira nem, azért aha, annyira nem, de van, természetesen van, de nem mondom el szívesen, azért nem mondom egyetse? El. Hát nem, azért nem mondom el szívesen, mert esetleg megbántanék vele mást, aki nem jut éppen eszembe. Ezt komolyan mondom, de az, hogy én mit szeretek hallgatni, azt felírtam, mert az na az eszembe. Nagyon felkészült akkor az interjúra. Mindenre, akkor tudtam, milyen kérdések lesznek. Nem tudtam, de azért azt megnézem, hogy mi. Igen. Hát igen, én korombeli muzsikát szeretek, korombeli zenészeket szeretek és muzsikát, akik az én korosztályomhoz illeszkednek, úgyhogy nem biztos, hogy tetszene azoknak, akik itt a maga műsorát nézik. Szerintem ez egy népnevelés, mindenképpen jó a műsor, szóval, hogyha valaki... Jó, én szeretem. Én két nagy sztárt láttam Amerikában fellépni, és hát véletlenül elcsíptem a Police-t, amikor összejött a Sting a Police-szal pár évvel ezelőtt, és együtt csináltak egy amerikai turnét, és elcsíptem őket, és külön láttam a Stinget is. És az fantasztikus élmény volt, nagyszerű volt, tényleg. A Sting lányát hallottam már énekelni? A lánya is fantasztikus énekesnő egyébként. Hogy a Stingnek a lánya? Igen? Ő is énekesnő. Igen? Majd átküldöm e-mailbe, hogyha van olyan fantasztikus hangja van egyébként. Azt nem tudom, elhiszem. Én nagyon ilyen férfias orgánum van egyébként a lányának, nagyon érdekes. De hogy én utolsó kérdésre még azt feltenném, hogy ha a családban születésnap van, szokták még kérni, hogy énekeljél a boldog születésnapod? Az én családomban? Uh-huh. Dehogy kérik, elénekeljük, hát nem kell azt kérni. Aha. Hát elénekeljük, igen. A kamaszodó gyerekeink azok... Kicsit cikinek érzik. Így énekelik, de aztán van olyan, amelyik látja, hogy itt azért mégiscsak születésnap van. Három van, de már mindegyik nagy, már 13 és fél a legkisebb, 17 a legnagyobb, úgyhogy... De hát, Istenem, elénekeljük. De csak olyan rövid, hogy el lehet énekelni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ide szakított rám. Megfogadom a tanácsát a Vivaldival és a Mozarttal mindenképpen. Próbálja ki, nem mindegyik jó, de kell keresni olyat, ami oda, ott. Így lesz. És nagyon szépen köszönöm Halász Judit, Kossuth Díjas színművésznek. Remélem még fogunk beszélgetni valamikor. Köszönöm. Én pedig köszönöm szépen a Lenovo-nak, a Sennheisernek és a Samsungnak, hogy támogatták az adást. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Én jövök hamarosan új témákkal és új vendégekkel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!